Jó estét kívánok, ez itt a Hírextra, a Makói Városi Televízió hírháttér magazinja. Mint arról korábban már többször beszámoltunk, a makói Kerekes Éva és társa Herceg Angelika nemrégen érkeztek haza Nepálból, ahol első magyar női hegymászókként meghódították a Manaslu, azaz a Szellemhegy 8163 méteres csúcsát. Mai vendégem tehát a marosmenti nagymedve, azaz Kerekes Éva lesz. Beszélgetésünk előtt azonban tekintsék meg a témáról készített rövidebb összefoglalónkat. Ez a mászógép, Jumárnak is hívják, és akkor ebbe ide bekerül a kötél, rácsatolsz, és akkor fölfele tudod tolni, lefele megakad, és akkor a kötélen meg lehet tartani magát az embernek. Kerekes Éva gépe néhány nappal ezelőtt landolt Ferihegyen. A szenzációs csúcshódítás kapcsán televíziónk, amint hazaért, fel is kereste. A hegymászó a riportra magával hozta felszerelését, így első kézből ismerhettük meg azokat az eszközöket, amelyek segítették az útján. A hétköznapokban könyvelőként tevékenykedő, sokak által marosmenti nagymedveként is ismert Éva 2014-ben gyalogolta végig az El Caminót, mely során beleszeretett a hegyek világába. Egy évvel később születésnapját már az Alpokban, a 4800 méteres Mont Blanc tetején ünnepelte, ezután pedig nem volt megállás. Felkapaszkodott már az 5644 méteres Kalapatára, az Elbrusra, a Merapíkre, valamint a 7126 méteres Himlung Himára is. Legutóbb földünk 8. legmagasabb hegyét a Nepálban található Manaslut szemelték ki maguknak Herceg Angelika mászótársával. A már tavasz óta szervezett expedíciót végül szeptember 28-án vitték sikerre, ugyanis elérték a 8163 méter magas csúcsot első magyar női hegymászóként. Az ember, amikor eléri ezt a 8000 méteres magasságot, nagyon fel se tudja még fogni, hogy tulajdonképpen hol is jár. Annyira mondhatom azt is, hogy euforikus állapotba kerül a ténytől. Mi olyan reggel 6 óra körül értünk el a csúcsrégióba, ilyen 8060-70 méteres magasságba, és hát döbbenten tapasztaltuk, hogy úristen, milyen sokan állnak előttünk sorba a csúcsig, úgyhogy közel 2 óra hosszát várakoztunk, hogy mi is felülhessünk a közel 2-3 négyzetméteres csúcsra. És hát meglobogtattuk jól a magyar zászlót, meg a makói zászlót is egy picit lejjebbről. Nagyon sokan voltunk. Azon a napon több mint 100-an értek csúcsra. Ezen teljesítményhez a mentális kitartás mellett nagy szükség volt a fizikai strapabírásra is. Ezért Éva heti 3-szor járt edzőterembe, és mindez kerékpározással is kiegészítette. Mindemellett azt is megtudhattuk, hogy közel másfél hónapot töltöttek külföldön, ez idő alatt pedig egy kicsit ismét belekóstolhattak a nepáli kultúrába is. Nepál nagyon szép ország, gyönyörű színes kultúrával, rengeteg buddhista és hindu vallású emberrel, gyönyörű vallási környezettel, meseszép épületekkel, úgyhogy most is volt alkalmunk arra, hogy eljussunk például Baktapurba, ami egy királyi város, és megnézhessük a gyönyörűbbnél gyönyörűbb királyi épületeket, illetve gyönyörű szerzetesek otthonaiba látogathattunk el. Éva azt is hozzáfűzte, hogy a kihívás az egyik legfőbb tényező, amiért szereti űzni ezen extrém sportágat. Ezt mi sem igazolja jobban, mint az, hogy további terveik között újabb, technikásabb 8000-es hegyek szerepelnek. A stúdióban már itt is van velem Kerekes Éva, jó estét kívánok, üdvözöllek! Jó estét kívánok! Éva az egyik legnagyobb közösségi portálon marosmenti nagymedve néven vagy jelen, vagyis hát így is. Honnan jött ez az elnevezés? Ez nagyon egyszerű. Berni pásztorokat tenyésztettem korábban, és a kutyáimnak a kennelneve lett a marosmenti nagymedve, és hogy a tenyésztőtársak könnyebben rám találjanak így a Facebookra is, ez a név került fel. És mi egyre többen így ismernek, ezért már maradt is, annak ellenére, hogy a tenyésztést már nem csináljuk. Tehát akkor magához a hegymászáshoz, amivel az utóbbi időben egyre aktívabban foglalatoskodsz, nincsen köze a névnek. Nincs. Csak a nagy kutyákhoz. Csak a kutyákhoz, így van. És mikor fogalmazódott meg benned az, hogy elindulj a hegyeket megmászni? Ez hogyan kezdődött ez? 2014-ben végigjártam az El Camino 830 kilométeres útját, és az út első egyharmada és az utolsó egyharmada is hegyvidékeken vitt át. Én akkor nagyon beleszerettem a hegyekbe, de ez még nem mondható hegymászásnak, inkább csak túrázásnak. És amikor én hazaérkeztem, akkor utána egy nagyon kedves ismerősömmel beszélgettünk erről, hogy én hogy éreztem magam a Caminón. Ő pedig elmesélte, hogy előtte való évben a Himalájában az Everest trekkingen vett részt, és hogy
milyen csodálatos érzés volt a Kalapatár tetejéről szétnézni. Én akkor úgy gondoltam, hogy jó volna ezt kipróbálni, de egy kis időre ezt úgy elengedtem, és a következő évben, februárban találtam ki azt, hogy abban az évben a születésnapomat a Mont Blanc tetején szeretném tölteni. És hát egyik tanfolyamról a másik tanfolyamra sikerült esnem, via ferrátásra, hegymászó tanfolyamra, sziklamászó tanfolyamra, gleccserjáró tanfolyamra, és hát a vége az lett, hogy abban az évben, augusztus 20-án, amíg itthon a makóiak, meg a magyarországiak bográcsokban főzték a marhapörköltet, én éppen küzdöttem lefelé a Mont Blanc 4800-as csúcsát. Hát említetted, hogy rengeteg tanfolyam előzte ezt, meg hogyan kell ezeket elképzelni? Hol oktatják például a gleccsermászást, ha lehet így fogalmazni, Magyarországon? Hát Magyarországon nem oktatják sehol a gleccserjárást, leginkább Ausztriában. Mi is a Grossvenediger gleccserén treníroztunk, gyakorlatoztunk 4 napig, és ennek a gleccser tanfolyamnak a végén megmászhattuk a 3600 méteres Grossvenedigert, ami Ausztria második legmagasabb csúcsa. Tehát akkor tulajdonképpen a tanfolyam az már egy hegymászás volt. Így van. A vége már egy hegymászás volt, és hát azt, amit 4 napig tanultunk a gleccseren, azt ott nagyon jól lehetett alkalmazni és hasznosítani a mászás során. Picit visszakanyarodnék még a 2014-es El Camino-ra, mert hát ugye említetted, hogy ugyanez nem hegymászás volt, de azért, hogyha jól tudom, ez egy nagyon komoly teljesítménytúra. Annak hogyan merült fel az ötlete? Tehát egyáltalán az, hogy akár túrázással, hegymászással kezdj el foglalkozni. Erről lehet-e tudni valamit? Lehet, mert ez sosem volt titok. Én a Camino-t nem igazán úgy terveztem, hogy nekiugrok és elmegyek és végig sétálom. Ennek volt egy elég érdekes előzménye. Jó pár évvel ezelőtt felgyógyultam rákból, és én akkor, amikor a testvérem elvitt Katalán Madonnához, én a Madonnától azt kértem, hogyha meggyógyulok, hogy gyógyítson meg, vagy segítsen a gyógyulásban, és megfogadtam, hogyha sikerül és túlélem, akkor visszajövök és meghálálom. Nem a Camino volt akkor az első gondolat, hogy ez lesz a hálaút, hanem az később merült föl, amikor néztem vissza később ezeket a fotókat, amit ott készítettünk a Monserrati Madonnánál, és hát elég sok felé kint volt a fésűskajló, hol a sziklafalon, hol egy út mellett, hol fölrajzolva, és úgy érdekelt, hogy mi a fenét keres a sziklák között egy fésűskajló ábrázolás, és mikor alaposabban utána olvastam, akkor derült ki számomra, hogy ott is vezet egy Camino útvonal. Mert ugye klasszikusan mindenki csak egy Camino útvonalról beszél, a klasszikus francia útról, ami Dél-Franciaországból indul, a Pireneusoktól és az óceánpartig tart, de ezen kívül még 11 különböző Camino útvonal van, ami szerte szabdalja Spanyolországot. És bocsánat, ezek ugye egyfajta ilyen lelki megtisztulást nyújtanak a végigjárójának, vagy legalábbis valamilyen hasonló céllal indulnak el rajta, hogyha jól tudom. Hát leginkább hát, igen. Én akkor úgy gondoltam, hogy egyedül fogom végigjárni ezt az utat, aztán mégiscsak lett egy társam, akivel egy hétig együtt battyogtunk, és utána külön váltak útjaink, de azért néha-néha összefonódtunk, itt-ott sikerült találkozni. Valóban jobb, hogyha az ember egyedül jár, mert jobban át tudja élni azokat a benyomásokat, azokat az élményeket, amik ott érik. Meg hát van ideje gondolkozni nagyon sok mindenen. És hát nekem is azért az a 30 nap kellett ahhoz, hogy végig gondoljam az életemnek a nagy dolgait. És én amikor hazaérkeztem, akkor mindenki azt mondta az ismerőseim közül, hogy egy teljesen másik ember jött haza, mint aki elment. Tehát akkor elérte a célját. Nem bízok benne, hogy igen. Úgy érzed. És ezt követően viszont nem álltál meg, hogyha lehet így fogalmazni, a nagy célok kitűzésével, hanem jöttek a hegyek. Így van. Ami ugye több ezres csúcsot is jelent. Ez volt esetleg közöttük? Ugye említetted, hogy a gyakorlás céljából a Grossvenedigeren, aztán pedig ugye a Mont Blanc volt az első mérföldkő, ezt lehet így mondani, akkor a hegyek közül hát igen, a Mont Blanc volt az első. Utána volt esetleg még hasonló mérföldkő ezek közül? Vagy van olyan, amire szívesebben emlékszel? Vagy mondjuk esetleg pont nagyon rossz élmények fűznek hozzá, és de mégis emiatt megmaradt? Igazából egyik hegy sem volt olyan, amihez rossz emlék fűződne. Mindegyik hegyen lehetett bármit tanulni, vagy valami olyat, ami a fejlődést szolgálta, a továbblépést szolgálta. Nekem mindegyik hegy a kedvencem, még az is, amelyik nem engedett föl magára, mert ott is nagyon sok mindent lehetett tanulni. Az Island Peak.
Az Island Peak. Az Island Peak 6200 méter magas, és előtte néhány nappal a Mera Peak tetejére tűzhettük ki a magyar zászlót, ami 6476 méter magas. És hát ott egy picit megfagyott a lábam újja, és valószínűleg ez is okozhatta azt, hogy az Island Peak mászás nem úgy sikerült, mert nem úgy tudtam lépni a cipőbe, mintha egészséges lábújjal mentem volna neki. Mi történt? Ezt mi okozhatja? Vagy mi? A hideg. nyilván. De nem volt eléggé előrelátó, tehát felszerelésben is voltak problémák? Mert látom, hogy most nagyon sok mindent elhoztál magaddal, és például azokról a cipőkről nem gondolnám, hogy olyan egyszerűen megfagynak benne a lábújjak. Tehát volt ilyen gond esetleg? Ez a cipő, ez már... azért 8000-esre van tervezve, nem 6000 méterre. Amiben akkor másztam, az is bírta volna, nem azzal volt probléma, hanem kicsi volt a lábamra. És eléggé hideg volt fönt a hegyen, szorította a cipő a lábamat, és a vérkeringés az nem volt megfelelő, aminek az lett a következménye, hogy az egyik lábam ujja egy picit elfagyott. Nem tragikusan, nem kellett vágni, darabolni, de egy kicsit érzékenyé vált. Érzékenyé. Tehát, hogy akkor én úgy gondolnám így elsőblikre, hogy talán pont az, hogy nem érzel vele, vagy nem, de akkor ezek szerint... Hát akkor még fájt. Akkor még fájt. Akkor és még azóta fájt. Is érzékenyem? Tehát, hogy... Igen, mert azóta ő már többször elfagyott. Minden nagyobb hegyen történik vele valami. Hát inkább erre a felszereléses történetre szerintem talán egy picikét pozitívabb. Említetted, hogy 8000-es hegyre vannak ezek a csizmák, vagy nem is tudom, lehet-e így hívni őket, lehet. Csizmáknak kifejlesztve. Ez mit jelent pontosan? Tehát mitől másabb egy 5000 méteres hegyre fejlesztett csizma, mint egy 8000 méteres hegyre fejlesztett? Talán abban, hogy vastagabb a talprétege belülről, ugyan kívülről nem látszik semmi különbség az 5000-es meg a 8000-es között, de lényegesen erősebb a hőszigetelés benne. Gyári érték szerint ez a bakancs mínusz 60 fokig kell, hogy bírja. Tehát akkor megóvja most már a lábujjaidat, remélhetőleg. És hát a neve is az, hogy Everest Summit. Tehát azért elméleti síkon az Everestet is majd egyszer meg lehet benne mászni. Reméljük, hogy eljön annak is az ideje. És ezen kívül viszont még itt nem is tudom, talán a laikusok és a nézők számára csak egy vasdarab halmaszt láthatunk előtte, hogyha lehet így fogalmazni. Ezek ugye karabinerek. De milyen célt szolgálnak hegymászáskor? Hát nem mindegyik karabiner. Ezek karabinerek, amik itt vannak, ezek a szép kis színesek. De minden olyan eszköz, amit használunk mászás közben, karabinerrel van fölrögzítve ide a beülőnkre. Ezt a beülőt hordjuk folyamatosan. Tehát ez biztosít benneteket. Így van, ez egy olyan eszköz, ami biztosítja azt, hogy minden eszközünk föl legyen szerelve rá oldalt, illetve elől ebbe a bilélubba. Kötelet azt nem hoztam most magammal, de kötéllel szoktunk biztosítani és mászni. Tehát egymáshoz vagytok kötve a mászottársaddal? Van, amikor egymáshoz vagyunk kötve, nem mindig. Gletszeren, amikor közlekedünk, akkor szigorúan partiba közlekedünk, tehát akkor össze vagyunk kötözködve kötéllel. Miért fontos ez a gletszeren? Nagyon fontos az, hogy a standot, amíg elkészítjük, addig a kötélbiztosítással, a saját súlyommal meg tudjam tartani a társamat. Voltunk ilyen típusú tanfolyamon is, ahol gletszerből való mentést tanultunk, és mi úgy kértük direkt az oktatót, hogy mi ketten gyakoroljunk, ne hárman, mert mi mindig ketten mászunk. Nem lesz, vagytok. Igen, egymásra utálva. Vagyunk utalva, és hát meg kellett tanulnunk azt, hogy milyen az, amikor az ember teljesen egyedül van, és fejjel a hóba standot épít. A hátizsákjából esetleg leveszi esetleg a bakancsát, még azt is belenyomhatja a hóba, és standként használja, a standpontként. Tehát az egyfajta, tehát gyakorlatilag ez a stand váltja fel majd mondjuk azt a személyt, aki tartott korábban a másikat a lecsúszástól. Tehát ezt így kell. Ha olyan a gletszer, hogy jeges, akkor még használhatunk ehhez a standépítéshez ilyen speciális szerszámot, aminek jégcsavar a neve, és ebből is lehet standot építeni, illetve hogyha elkészült a stand, akkor egy húzórendszert kell építeni a nálad lévő kötélből, mászógépből, ereszkedőből, kötelekből, hevederekből, hogy ki tud húzni a társadat. Reményeink szerint a társunk ilyenkor még nem eszméletlen, és ő is tud segíteni azzal, hogy nem himbálózik, nem kapálózik, nem pánikol, hanem nyugton marad. Történt-e már ilyen veletek? Vagy hasonló situáció? Nem, még nem. Élesben még nem. Ugye a Manaszu megmászását nagyon sok sikeres mászás előzte meg, amiről beszélgettünk is itt egy picikét.
Viszont a Manaslu kapcsán ugye nagyon fontos elmondani, hogy ez már egy 8000-es hegy, ugye, amit cipőid, illetve a csizmák kapcsán is emlegettünk. 8163 méter, ugye az a csúcs, illetve a fő csúcs, amire ti is feljutottatok, és ami még nagyon fontos, hogyha jól tudom, akkor Magyarországon ti voltatok az első nők. Ti vagytok, vagy voltatok eddig az első női mászók, akik meg tudtátok hódítani ezt a hegyet? Sikeresen igen. Volt már a magyar részről női próbálkozás két alkalommal is a Manaslura, sajnos sikertelenül, és mind a két alkalommal úgy tudom, hogy az időjárás szólt közbe, tehát nem a mászó hibájából volt sikertelen. Nekünk nagyon nagy szerencsénk volt az időjárással. Addig, amit a második körben a hegyen töltöttünk, végig csodálatos jó idő volt, és teljesen optimális volt minden a mászáshoz. És akkor valószínűleg ez is hozzásegített minket ahhoz, hogy sikeres legyen a csúcsmászás. És itt most a kérdésemben sikeresen, hogyha lehet így fogalmazni, tettem fel, illetve említettem meg egy olyan szót, amit te nem szeretsz. Ez pedig a csúcshódítás. Így van. És miért? Én még a mai napig úgy érzem, hogy így 3 év szakmai gyakorlatlanság után nem nevezhetjük magunkat csúcshódítónak. Nem vagyunk még mi akkora nagy hegymászók, hogy csúcstámadásról vagy csúcshódításról beszélhessünk, és az ember, amikor ott van egy ilyen monstrumnak a lábánál, és fölnéz a csúcs felé, annyira picike pontnak érzi magát, hogy jövünk mi ahhoz, hogy őt meghódítsuk, vagy megtámadjuk. Tehát ő igazából egy olyan csoda, aminek mi örülünk rettentően, hogyha fölenged. Tehát itt nem a mászó múlik. Leginkább nem a mászó múlik egy siker, hanem nagyon sok minden más külső tényezőn, leginkább az időjáráson, és hát mivel szellemhegy, így a szellemeken és a hegyen is. Innen kapta a nevét tehát a Manaslu. Igen, a szellemekről. És ugye említetted, hogy a korábbi női próbálkozóknál az időjárás volt, ami közbeszólt, akkor nálatok szerencsésen alakult maga az időjárás. Hogyan kezdődött el a csúcsmászás? Szeptember 9-e környékén értünk oda az alaptáborba, és legnagyobb megdöbbenésünkre a serpáink nem engedtek minket a gleccser közelébe. Egészen addig, amíg a Pudzsa szertartás meg nem történt, addig nem mehettünk föl a hegy lábához sem, csak éppen a közelébe is jól megnézhettük, hogy honnan fogunk majd később indulni. Mi ezt a pontot cramping pointnak neveztük, ahová földepozáltuk a felszerelésünknek egy részét, hogy ne kelljen többször fölcipálni. Ez az a rész, ahol lecseréltük a kis bakancsot a nagy cipőre, fölvittük magunkkal a beülőt, a karabínereket, a hágóvasat, ami súly, hogy pluszban ne kelljen. És bocsánat, ez már valamelyik tábornak egy része volt? Nem. Tehát, hogy nem. Nem. Az alaptábor az 4900 Igen? méteren volt, és ez a cramping point pedig 5100 méteren, tehát egy picikét följebb. És mi minden áldott nap, amíg nem történt meg a Pudzsa szertartás, minden nap egyszer fölsétáltunk ide a cramping pointra. Egyrészt kommunikálni egy picikét a heggyel, másrészt pedig aklimatizálódni, ugyanis ez az út nem túl sok szintben, de 1 óra hosszát kellett eltölteni vele, míg eljutottunk az alaptáborból ehhez a helyhez, és hát bizony szoktatni kellett magunkat ahhoz, hogy itt bizony már kicsit ritkább a levegő, mint egy picit lejjebb. És amikor végre megtörtént a Pudzsa szertartás, ahol ilyen nagyon szép narancssárga madzagot is kaptunk. Ez micsoda? Ez a szertartás, mármint nem a madzag, maga a szertartás, miről szól? A szertartást most 2 láma tartotta meg. Szent szövegeket olvasnak föl, mantráznak, dobolnak és énekelnek a hegynek, illetve a hegy szellemének, kérve őt, hogy védjen meg minket, engedjen föl minket a csúcsra, és ha jónak látja, akkor engedjen is le minket, mert hát nyilván egy csúcsmászás nem csak abból áll, hogy eljutunk a csúcsig, onnan le is kell jönni, és az utóbbi nehezebb. Ez egyébként valamilyen speciálisan a Manasluhoz köthető szertartás, vagy a többi hegynél is voltak hasonlóak? Minden nepáli hegynél megtartják ezt a Pudzsa szertartást. Legalábbis mi még eddig, ahol voltunk azokkal a mászóserpákkal, akikkel már másodjára másztunk, ők ragaszkodtak ehhez a szertartáshoz. Itt a szertartás során nem csak a hegyet kérik meg arra, hogy ne bántson minket idézőjelben, hanem megszentelik az ételt, az italt, amit a szertartás után el kell fogyasztani. Megáldják a felszerelésünket, hogy ne érje baj addig, amíg a hegyen tartózkodunk.
illetve vajból szobrokat készítenek, nagyon szép kis szobrokat, és akkor ezeket a szobrokat is ajánlják a hegynek. Nagyon szép szertartás egyébként, tehát mi Angival mindig végigbőgjük, tehát akárhányszor részt veszünk ilyenen. A végén pedig kapunk selyemsállat, amit katának hívnak, és ezt a selyemsállat mind a ketten vittük magunkkal a hátizsákunkra fölkötve a hegyre föl, hogy minden szerencsére szükségünk van a hegyen, úgyhogy mi mindent elfogadunk, ami szerencsét hoz. Hogyha jól tudom, akkor az interneten, ugye a hivatalos Facebook oldalon, illetve weboldaladon is egy blogot vezetsz, ahol részletesen el lehet olvasni a napról napra történt kalandjaitokat, hogyha lehet így fogalmazni. Nyilván azért az ott töltött idő is, és maga ez a mászás is egy elég sok időt venne igénybe, hogyha most minden ilyen apróságra kitérnénk. De volt-e esetleg itt történtete bármi olyan dolog veletek, amit úgy érdemes lenne kiemelni, vagy amire úgy gondolod, hogy úgy szívesen megosztanád a nézőkkel is? Így ebből a másfél hónapból nagyon nehéz csak egyetlen egy momentumot kiemelni, mert indulás előtt én úgy írtam ki, hogy kalandra fel, aztán ez a mondat, ez végigbejött. Tehát minden áldott napra volt valami, vagy egy kis kellemetlen esemény, vagy egy kis olyan nüansz, ami úgy kellemetlenné tette azt a napot éppen, de ettől függetlenül hatalmas nagy élmény volt, és maga a csúcsmászás volt a legszuperebb nap. Igazából, ami számunkra is rettentően kellemes csalódás volt saját magunkban, az az egyes és a kettes tábor közötti szakasznak a végigmászása. Mert nem számítottunk arra, hogy lesz négy olyan szakasz, ami bizony eléggé szakmailag is kihívás volt mindkettőnknek, mert annak ellenére, hogy voltak kirakva fix kötelek, azért nem volt egyszerű felmászni ezeken a jégfalakon, és valami csodálatos jégképződményeken keresztül kellett átverekedni magunkat. Ráadásul a Manaslunak a gletszer alsó szakasza, az nagyon hasonlít a mászóserpánk szerint az Everestnek a jégesős részére. Nincs olyan hatalmas, nincs olyan monumentális, és szerencsére nem mozog olyan gyorsan, mint a Kumbu. De mozog. Igen, mozog ez is, és valami csoda volt azon végigmenni. Nekem sikerült végigfotóznom azt a szakaszt, annak ellenére, hogy a mászóserpám egyfolytában ütögette a vállam, hogy gyerünk, mert túl veszélyes, de hát úgy voltam vele, hogy hát ezt muszáj megörökíteni. Nagyon nagy szerencsénk volt egyébként, mert amikor mi lejöttünk, végleg elhagytuk azt a szakaszt, akkor következő éjszaka egy lavina elsodorta az egészet, és megsemmisült. Úgyhogy van róla legalább csodálatos fotósorozatom. Ez azt jelenti ilyenkor, hogy azon az útvonalon már nem tudtatok visszafele jönni? Mi már lejöttünk. Akkor gletszert. És akik? Hát néhány ember fönt rakadt a fölsőbb táborokba, és hát egy-két napon belül a Seven Summit-os mászóserpák építettek ki egy másik útvonalat, ahol el tudták hagyni a fölsőbb táborokat. Tehát ők gyakorlatilag ott születnek, vagy oda születnek, így szokták mondani ezek a serpák, a ti serpáitok. Azt hiszem, hogy múltkor említetted, hogy hányszor mászták már meg egyébként magát a Manaslut, valami döbbenetes szám volt. A Manaslut nem olyan sokszor, mert sikeres csúcsmászásuk most volt velünk együtt először. Tényleg? Igen. A serpáitok? Igen. Tehát ők többször voltak már a Manaslun, de hol a kliens miatt nem tudtak följutni a csúcsra, hol az időjárás szólt közben, mindig valami történt. Inkább én arról mesélnék, hogy nyimaserpánk 9-szer állhatott már az Everest csúcsán sikeresen az elmúlt években. Nyimatenzsi serpánk pedig az idén tavasszal 6. állhatott sikeresen az Everest csúcsán. Tehát hatalmas szakmai tapasztalata a bíromászó serpáink voltak az idén is. És volt-e szükség a szakmai tapasztalatukra? Volt-e bármilyen veszélyes szituáció vagy helyzet, amikor esetleg vagy ők, vagy a saját tapasztalatotoknak kellett kisegíteni a bajból? Hát szerencsére nem történt túl nagy baj. Van. Volt egy hasadékba csúszás, de megoldódott. Igazából nem történt semmi olyan nagyobb probléma, mint máskor. Most egy átlagos szerintem az is elég nagy problémát jelentett. Igen, de volt. Más szemmel nézitek ezeket. Ennél extrémebb esetünk is volt már. Ugye összesen 14 darab 8000 méter feletti csúcs van a világon, és abból ti a 8-an jártatok. Melyik lesz a következő? Ez egy nagyon jó kérdés. Erre még mi se tudjuk a pontos választ. Abban maradtunk a cég szervezőjével, aki leszervezte nekünk az idei expedíciót is, hogy egy hónapon belül
megkapjuk azokat az árajánlatokat, amik a potenciális hegyekre szólnak. Nagyon bízunk benne, hogy olyan árat kapunk, ami vállalható, mert hát bevallom őszintén, azért elég szűkös az anyagi lehetőségünk ahhoz, hogy mi most magánerőből 8000-esekre szaladgáljunk. Úgyhogy most először szeretnénk megtudni, hogy melyik lesz az a hegy, ahová eljutunk, és utána fogunk gőzerővel szponzorokat keresni, és remélem találunk is majd. Hogyha most az anyagi részét félretesszük, akkor a potenciális hegyek között gondolom van olyan, amit úgy igazából szívesen, vagy a legszívesebben megmásznátok. Melyik az? Hát amit én legszívesebben megmásznék, az a legnagyobb. Mindenféleképpen a Mount Everest. Erre már kaptunk árajánlatot, ezen nagyon el kell gondolkoznunk, mert nem kevés összegről beszélünk. Viszont mi mindenféleképpen az északi oldal felől másznánk, semmiképpen nem Nepál felől, hanem Kína irányából. Az a nehezebb, igaz? Arról nehezebb, így van. Magyar nő még arról nem mászta. Magyar nő már mászta az Everestet többször is sikeresen, és a déli oldalról. És szeretnénk mi lenni az elsők, akik az északi oldalról próbálkoznának. De nyilván, ha nem ez lesz, hanem egy kicsit kisebb, az se lesz tragédia. Bármire vevők vagyunk. Hogyha említetted már itt az anyagi oldalt, akkor ha jól tudom, korábban is, illetve ezt a Manaslu expedíciót is, hogyha lehet így hívni, nagyon sok helyi cég, csoport, magánszemély, stb. Támogatták, őróluk lehet-e nagyságrendileg tudni valamit, kik segítettek benneteket ennek az álomnak az elérésében? Nagyon nagy segítség volt számomra Makóváros önkormányzata, aki egy jelentősebb összeggel támogatta meg az expedíciót. Az országgyűlési képviselőnk is magánszemélyként hozzájárult ehhez az expedíciónak a létrejöttéhez, illetve több kisebb makói vállalkozás kisebb-nagyobb összegekkel kisegített. Így a részemről az expedíció árának kb. 20%-át sikerült összeszedni szponzori pénzből, a többit nekünk kellett állni, illetve nekem kellett állni. Angi pedig egy felhívást tett közzé a Facebook oldalon, és őt pedig a barátok, ismerősök segítették ki. Körülbelül ugyanennyi összeg jött össze neki is. Ha jól emlékszem, akkor ilyen 60-70 magánszemély adományából sikerült összeszedni ezt az összeget, és a végtelenségig hálásak vagyunk azért, hogy ez létrejöhetett. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk. Én köszönöm a lehetőséget. Önöknek pedig köszönöm, hogy ezúttal is velünk tartottak. Hírextrával legközelebb jövő héten, ugyanebben az időpontban a híradó után jelentkezünk. További szép estét kívánok, viszontlátásra!